Szevasztok, mindenkit üdvözlök egy új videóba. Na, mint a címből is láthatjátok, AMT-es nap van. Én sajnos nem lehetek ott AMT-esen, de az autó ott lesz, azt láthatjátok. Eljöttünk gyorsan a Jugóékhoz, ide a Reczámba. Gábor ott a kedilekkel. Igen, ő a sofőr, de lehet még a Pesti belvárosba bejönjünk egy kicsit. Na, de most fölveszik a Skyline-t. Jó dzsúvás. Keresünk egy autó, mosót lemossuk. A dzsúvás autó mégsem lehet AMT-esre menni. Aztán jelentkezünk, hogyha ott vagyunk az AMT-esen, hogy mik lesznek, hogy lesznek, mert azért a bepakolós napot azt is érdemes fölvenni, mert bemutatni, nem mindenki tud elmenni bepakolósra. Na menjünk, mossuk le, mert szegény, hú, nagyon dzsúvás. Addig meg iratkozzatok fel, csá! Na hát, nagy nehezen megérkeztünk ide az B pavilonba. Ugye van az A, van az E, az F, meg a B pavilon. Hát mi a leghátsóbban a B-be lettünk elrakva, de semmi gond, mert látjátok azért itt mögöttem. Van egy-két jó autó. Hát A pavilon idén nem lett, majd a jövőben valamikor hazajövök, akkor esetleg olyan állapotban lesz, hogy meglátjuk. Na, de most már beparkoltunk nagy nehezen. Ugye letakarítottuk, mert tiszta dzsuva volt ott, tehát már régóta Reczámnál porosodott. Aztán az autómosó annyira szépen nem vitte le, de hál' Istennek volt már egy japán gyors tisztító. Ule jó neon. Nekem is kéne neon. Nincs időm följönni neonboltba. Na mindegy, van mellettünk két szép Z, ott egy RX-8, egy Eclipse Turbo, egy VRX. Még jön egy autó állítólag ide, erre a kis helyre, ahol meglátjuk, itt egy Smart befér. Van egy csomó ismerős autó. Na-na. Durrogtad itt a Sirocco. Ott egy GTR, amit Tatabányán is kín volt. Na de hát menjünk körül, nézzünk körbe, aztán a B-ből földolgozunk mondjuk az A-csarnokat. Na, a Skyline, ugye itt az RR Customs-nek a standja mellett van, ott szépen a Z-k mellett. Neonos RX-8, rögtön is velünk szembe ültetett Renault Laguna, mi van Volkswagen, meg ott egy jó kis bogár, ez még úgy jól is van csinálva, elektromos rollerra rohangálnak, mint állat. Vannak itt jó kis Vareszok, mellettünk itt a Dropped garázsos Impreza, jó kis tojós matricákkal. Tudok egy jó lámpapolírost, érdekel. A Victory Motorsport által Rocketbunny GT86, és hát nem GT86, mert ez egy Subaru BRZ, miért még megszólják az emberkék, itt a drága nézők, ugye két jézé van beépítve, még egy Subaru, és jött egy Sirocco, ugye, bogár, a kis rotyogó. Furby kicsit le van rottyanva. Nézzük, hogy bedőlt a kereke is. Festés is pattan le, hát. Furby már öregedett. És hogy itt velünk szembe. Jó, hát nem is narancssárga, ez ilyen, itt a milyen kanári metál sárga, BMW. Ott a sejem matt GTR. Mellett a Alpine. Nagy hetes. Itt van ismerős Opel Vectrája. Jól egyben van már, jó rég építettem mondjuk, de még mindig azért tudja tartani a szintet a mai építésekkel. Polski Mafia.
azok a tüskés kerékcsorokkal, kis BBS. Egy egyedi halogén lámpa, nézem, vagy valami ledes lámpa. Jó néz ki, jó néz ki. Mellette a körlámpás zsiguli. Mondta szép a kendi fényezés. Hát már megy a diszkó ott is, megy a diszkó ott is, ott is. Mindenhol diszkóznak. Á, ismerőse, osztályos új felnike. Új fóliával. A belső az... az még a régi. Az a burgundi. De az új felnike, ez tök jól áll neki. A kombi lenne dinnyi és merci lenne. Fritzenfest standján egy igazi ritkaságot nézhetünk. Á, most... TT vagy mi ez? Nem, a Corvette, tudod, ez a Golf, a sárga Golf. Na, igazi ritkaság az Opel Speedster. Hát sokat ebből se látunk itthon. Főleg ilyen nagy vasalódeszke van a hátulján. Hú, azok a fix ülések benne. És ugye, ja, hát itt már ki lett cserélve Vauxhall emblémára. Érdekes. Egy jó kis Daihatsu terepjáró. Nem is tudom, milyen Daihatsu, mindjárt meg is nézem, mert ennek nem ugrik be. Igaz, hogy japán. De ilyet nem nagyon látni. Láttam a netem, a nevét ide ki fogom alulra írni. Kicsit meg van emelve terephez. Terep gumival, jó van. Jó a belső. Hát ezzel biztos kijön a trányából. Fölmegy a bakonyba. Jó néz ki. Itt a Skyline-tól nem messze a Dobai Custom Stand. Itt pár jó nagy mercivel. Nem is rossz ez a terep fólia rajta. Lehet nekem is kéne vennem autófóliát, azt így fölvágni. Esett. Na ez így, az így baszósan néz ki. Na közben itt megy a zene, remélem azért hallani is engem valamennyire. Hát ilyen Evo replikás hátsó szárny. Borbe felni. Kerékív. Ez a merga, ez nagyon buta. Ugye LS400-os tak a konkurenciája. Megy ennyiennél régebbi. Hát az a terpesztés hátul az. Kéne a Lexusra is, de eladó. Még mindig eladó a Lexus, ha valakit érdekel. Itt a Móvárkás standja velük szembe. Ugye a Hyundai Coupé, vagyis hát Tiburon. Hello. Ayudi. A Marlboros BMW kombi. És a BMW kombinak csináltak egy Audi kombit ott elől, az meg aranyszínű. Ez mindig jó néz ki. Én szokás szerint kihozták meg az Audi Quattro-t is. De nem a rövid alvázas olyan hosszabb. De szép egyből, az egész stand úgy egyből van nekik. Hát a North East Company sok, ugye ők egy Miskolc, vagy a nyugati részről, vagy a keleti részről. Sport Civic. Ültetett Civic. Kis Volkswagen Golf. A Gábor ott áll elől. Valamit kamerázik, hát ő nem marad bent. Csak fölkísért a Cadillac-kel. Trabesz. Kombi Trabesz. Hát, kár egy butarom annó alatta. Lehetett volna vele csinálni nekünk is. Még a Cadillac is milyen jól áll itt bent. Na, átjöttem a régi E-pavilonba. Ahogy a múlt évben itt volt a klub, magánklubok, meg a kisebb kiállítók. Most ugye át lettünk rakva a B-be, egyel arrébb. Itt rögtön majd mellettünk itt az F. Jelzem az oldalon F, arra van az A. Oda megyünk tovább. Hát itt új autók vannak, ahogy nézem. Versenyautók. Peugeot van, kis rally. Ott is Suzuki. Hoppa-hoppa. CLS platós. Ilyet sem nagyon látni. Made in Kecskemét. V371. Az ausztrálok megörülnének érte. A tipikus Ute forma. Ebben nagy motor, mint ugye a ausztráloknál az LS motor benne. Tudja, hogy vennék kint. Ezzel a plató mérettel, jó, nem olyan nagy, de
Egy raklap energiátor ráfér. Ott próbálom a belsőt. A belső az sima. Az megmarad gyáriba. Olyan, mint a kis Maybach Jeep. Na itt a Merci mellett az MG Magyarország. Ugye hát jó ideje nem lehetett MG-t kapni, most behozták rá új modelleket. És én már nézem, full elektromos verzió. Nem is tudom, mire építik. Plug-in hibrid, akár 1,8-os fogyasztás. Figyelj, csúnyának nem csúnya. Olyan mercis. De nekem az a rész az olyan nagyon mercisnek tűnik. Nem tudom, honnan vették most a konstrukciót. Olyan hibrid, vagy az elektromos, többi az benzin, meg plug-in hibrid. Hát kíváncsi leszek, mennyit fognak belőle eladni. Úgy régi amerikai. Ez még építés alatt. Lovaskocsi. Magyar gépjárműgyártás története. Hát ez a nagy felé. Igen, ez nagy. Kis postáskocsi. Hasonló. Ja, hát ezek voltak annó a civil járművek. Hát ez 100 év, az 100 év, bárhogy nézzük. Faros Ikarusz. Mekkora megy egy dög, bazd meg. És mennyire magasabban van, mint a mostani Ikaruszok. És egy emeletes Ikarusz. Na, ilyet még nem láttam élőbe. Hát megmerném kockáztatni, hogy a londoni buszoknál is magasabb. MÁV út. Próbálom bentről, hát nagyon tükröződés. Azért annól mekkora lehetett ilyen buszokkal járkálni. Nem tudom, Pesten volt-e. Kurva jól néz ki. Hát igazából az E-pavilon az ennyi is volt, mondom, itt új autók lesznek. Van még két Tesla. Ugye AMTS-es Tesla. Skodánál pakolnak, meg a többinél. Itt van kint az új Skoda elektromos kis busz, és hát kis családi. Érdekes. A csúnyának nem mondanám, attól messze van a csúnyától, de én érdekes. És a távolból mit hallok jönni? Legolasz! Tűnt a szemed, mit lát? Ott jön egy Chaser! Magyarország egyetlen Chasere! Debután néz ki! Hős, hülye! Nagyon buta lett! Nagyon buta lett! Fiúk, lányok, Jugend Overnight Performance! Tök olyan, mint az én régi felném. Hát ez így nem éppen street legál, de hát... Mire jó a pérendszám? Volt Rally Art. Gábor is mindjárt a Cadillac-kel, de a Chaser, hát az... Bazd meg ezt, hogy... Fú... Szerintem ő lesz a képe az egész AMTS-nek. Na és bejöttünk az A-pavilonba. Jó, az a hátsó rész még kicsit kihalt most. Valami pénzváltó, szerintem valami... Jelez, ami autómosónak a kelléke lesz. Ott, hogy nézem. Itt lakóbusz. Valami légrugós, gokart szállítós motul, csak mot. Ez a Chaser, kérem szépen. Ugye motul, csak motult használunk. Skyline-ből is friss olaj van, motul. Ápavilom, lengyel szekció, LS600. Fú, Instagramról ismerem az embert, nagyon buta az autó. Hát, tőlük rendeltem a... Mondjuk ez a United, ez a VIP Cars United, de Mega Blastosoktól vannak a cuccaik. Nagyon buta az autó, és ez egy igen, ez egy LS600-as. Hopp, itt jön egy Impala. Mert ugye tudjuk, hogy Lali az Impalával. Ez olyan, mint múltkor a fekete, vagy ez ugyanaz. Csak ez fehérben. A Garcia Stalin volt egy ilyen feketébe. Na de vissza a VIP-ra. Ilyen autót akartam régen, még a LS430 előtt. Csak akkor még kicsit drágábbak voltak.
Most már azért jó áron vannak, de ez eszméletlenül gyönyörű. A lengyeleknél van cucc mindig. Hát nem hittem, hogy még ide látom élőbe. Az a baj, megmutatnám a belsejét, csak itt marra le van sötétítve. De van neki az anyós ülésnél pohártartója. Meg cigé, mert ugye a japánoknál főnöknek mindig ott a cigé meg a pia. Itt is kicsit sötét, de ott a könyöklőnél üvegtartó, japán ücsivel természetesen. Geci. Hát erről nem tudok mit mondani, ez az instant orgazmus számomra. Ez mellett elmehet a 7-es BMW meg a 8 S-klassza a picsába. Ez az én szerény véleményem. Hú. Vele szembe filmes autók. Vele jönnek itt a videóba. Szégyeljétek magatokat! Na, visszatér veszély. Filmes autók, Hazard megy el orgyai. Starsky és Hutch. A Knight Rider. Vissza a jövőbe, feltétek nélkül. Jurassic Park. Jövő hónapban jön a moziba. A Corvette az... Az most nem tudom, melyik filmben van a Corvette. De ott meg Hürdongó mellette. Ja. Tehát ezek a lengyelek, ezek minőségit tudnak hozni. Mindenki pakol, mindenki áldogál. Homokbagi. Basszát kombi. Már csak a Piadone hiányzik belőle. Marasok minden évben a Volkswagen. Ugye itt a Songokus Golf. Kíváncsiadék, mi van a beírva a forgalomban, hány színe van az autónak? Vagy a Vegeta, nem is Songoku, Vegeta. S14 Drift. Itt vannak a Jugendesek. Hó. Kis Porsche Air Ride-al. Na de hát Jugend Overnight Performance. S15 Supra. Akkor Rally Art, ugye még egy S15-ös. És Chaser meg ott olad be. Na és ha majd vagyunk a Jugendeseknél, akkor van nálam most is matrica. S15. Jó, ez Rocketban is, de... Majd megtalálják, ha végzett a polírozásod hátul. Meg van még egy pár darab, meg a zsebemben is, csak most kiválogattam egy-két olyat, ami itt van. Mindjárt Suprahoz is rukunk egyet, meg a másik Szilviához is. Ez a Chaser, ez... Ez igazi EDM. És akkor a Suprahoz is. Egy Supra. GS300. Kis VIP. Most még kettős feles pontos rész van. Ja, ez is mennyi cucc van. Nyomta a szélesítő. De még 30 centis. De szép vagy. A másik szívjának egy piros szívja maradt. Így szépen. És ugye hát ez a Jugend Performance standja. Valaki szegős Suprával, most beindították az S15-öt. Ott leesett a japó rendszám, de nem baj. Petrópin is kim van egy standal. Itt vehettek náluk kitűzőket, matricákat, gördeszkalapot, egy jó kis RVB-s Porsche, Total Car, Volkswagen-esek, orosz, én rozsdás a deszka. Eddig ez a legjobb. Még a japán hiányzik. Nincs japán. Szégyen. Majd legközelebb. A Skyline-t berakhatjátok. Petropin. Kerestek rá. Itt a link. Hello. De akkor legközelebb Skyline-os kell csinálni. Jön majd az is. És a japánoktól át még egy kis szoci blokkba. Itt is Varesz. Trabeszok. Ucka, ott a ucka is. Aha. Ismerős Trabia. Egy igazi kelet-német régió. Utka az utánfutóval. És a Trabik előtt az NSX. Magyarország legbrutálisabb NSX-e. Új felnével végre. Ez nekem sokkal jobban tetszik, mint az előző volt. Airride. Hát ez a kifogó. Érdekes, nekem érdekes.
De amúgy nagyon szép. Karbonelemek. Airride. Fú. Karbon. Csomagtartó tető, mert ugye itt a motor hátul van. Rohadt jól néz ki. RX-7. Airride. Ott nagy merga. SL merga. Velük szembe DF tuning. Szól a mulatós, miért is ne. Ezt az RX-et itthon még nem láttam. Mondjuk így ez a sárvédőre szeret visszapillantóval se egy gyakori darab. Ilyen amúgy lehetett rendelni Suprához régen. Gyári extraként volt. Hát érdekesen nézett ki vala a Supra, az biztos. Most már alig lehet kapni, de akinek van, az kurva drága alkatrész. Ezek a Work Fenix, ugyanúgy néznek ki, mint a Gyurinak a volt fekete Skyline-en. Ez a modell mindenhez jó. A Feriék hoztak egy F-150-est. Meg hát a szokásos GT-k, Mustang hegyek, hova legyek, stroboszkóp, ha valaki rosszul akar lenni. Ez a matt szín, ez... Hát, mind a kettő jó, de ez a fekete matt, ez nagyon... Ott van új Corvette is, de nem az Ferrari. Ferrari a DF Tuningnál? Na, majd megnézzük. Ugye a Shelby Cobra, Ferinek a GT500-asa. Ja, hát elég szokatlan látvány, Mustang standon, egy olasz varipa. Hát, kicsit ki is lóg a sorból. Még egy nagy szürke Mustang. Még ez a motorházan légbeömlő, ez az nem kicsi. Egy verikoppintás. Jó nagy F-150, Monster logó, minden. Hát a fő szponzora a Ferinek a Monster. A Mustangról áttérünk egy kis Camaro-ra. Hú, jó kis Jenko Camaro. Ezt se lehet szar vezetni. Szóval Amerikában, hú, olcsó benzinnel. Nem úgy, mint nálunk most, vagy drágával. Mellette itt a túloldalon, hogy melyik ez? PB Wraps, fóliás stand. R8. De szerintem azért kultikusabb. A Hachi. A 80-es, 90-es évek végig elején drift autó. Ezekből is mennyi volt régen, aztán mennyi elrohadt Japánba, csak úgy kidobálják a ház mögé őket. Építés alatt van, mint látszik, hát mondjuk az a kifogó lehet egy kicsit nagy ahhoz a motorhoz, ha csak nem cseréltek benne persze motorot. Az itthon is volt egy-kettő, ami csak ugye a hátul a udvarba elrohadt, vagy benőtte a fű. Hát, még ez nem volt nagy érték. De mellette egy Lamborghini Urus. Ugye motorban SQ8, ha jól tudom. Ugyanaz. Mondjuk ez a fék az... Azért az nem kis fék alatta, az jöhetne a GTR-be, de... Na hát a Lambova direkt szem vagy ellentétesen egy fekete bogár. Nem tojás! Mindenki tojásnak becéz. Na, bogár. Erről már láttam előzetesen képet, hát... Na. Nem vagyok Deutschland fan, de ezt azért úgy összerakta a tulaj. Ez úgy gestapós nagyon. És akkor hát elérkeztünk a restaurant standjához is. Szokás szerint GTR, és most már egy Tesla is van, mivel Teslák tuningolásával is foglalkoznak. Concaver felé bemutató, Armitrix kipfogót is lehet náluk rendelni. Ugye a JR felnik. GTR, titán egy kifogó. Az a jó kis lila, kék, haj, de szép. Ilyen kellett volna a Scanner, csak kurva drága. Akkor Tesla-hozos különböző toldatokat lehet náluk, ha valakit esetleg érdekel. Kis Tesla módosítás. Itt vannak különböző ilyen kis mintadarabok. Hátsó diffúzor. Jó áron persze. A felné mellé. És nem messze a Recantól a tojóstand. Szokás szerint hát mindig azért jó kis autóik vannak. Németországból Rocket Bunny S14. Igen, úgy néz ki, mint egy amerikai régi Challenger. De hát, vagy Camaro inkább, azt mondja a Gábor. Ez ilyen kis érdekes mix. 3-as BMW, őt már láthattátok, ugye nagy turbós. CRX.
kis japó dizájnnal. Nem is olyan rossz, nem is olyan rossz. Á, ó, oda nézd. Na, fókusz, fókusz. Nem Eclipse, hanem csak egy Civic. Mondjuk a Supra-nak, hadásebbére a Supra-nak volt ilyen dizájnja, de hát az Eclipse-nek volt ilyen színe. És az S14-es hátulról, fú, az a geci nagy kipfogócső. Egy Kaiha, egy Kakimoto. Kaiha cső inkább. Nem rossz a szélesítés, nem rossz. Ez se rossz, ez se rossz. Még az jó kis peremes felni. Ú, fehér NSX. Hát most csak választani kéne. Azért nem egyszerű, az NSX is elég baszós. Tofugarástól. Hát, maradjak NSX-nél. A japán az japán, ez is egy baszós gép, de hú. Az NSX. Mondjuk az a kerék, az kicsit... Na, kicsit kilóg, vagy éppen, hogy határeset mondjuk inkább azt. Az a nagy hátsó szár. Hát mondjuk ezért itt nagyon lőnél a rendőrség, de hát... Hawaii rendszám. Kurva jól néz ki. Következő stand, Gálfi Tuning, MR2. Ezt múlt évben láthattuk, de akkor még nem volt rajta ez a matrica. Ja. Még a kormányt is bemortricázták. Tök jól néz ki. AMT-es stand, car styling. Gyertek be pólót venni, most már hiába. Mondjuk, mire ti ezt látjátok, már vége van az AMT-esnek. De vége, föl lehet menni az oldalukra, lehet venni pólót, karkötőt, minden. Na, van itt egy kis exotikus Bull Ranch standja. Kis Ferrari. Maserati, Porsche. Úgy ezeket mind bérelni. F12, jó kis ormotoros 12 hengeres. Ilyenből csinált a Didi, ugye Twin Turbo-t. Hát az beteg mondjuk. Na, jöttünk ide aréna, másik aréna, az Alphaville-on másik végébe. Még ezt a részt kell visszafelé lekameráznunk, és akkor annyi is volt. Na, de itt ezen a részen Subaru BRZ, Rocket Bunny kittel. Ez egy új építés azért, na. Rohadt jól néz ki. Meg ez a matt fekete fólia rajta, ugye múlt évben nem ilyen volt, én ismerem a tulajt. Rohadt jó. Celica, Bora, a Corolla. Hogy csillog? A ember amúgy polírozással foglalkozik. Mustang. Az már. Hoppa, hoppa, Need for Speed Celica. Teljesen Need for Speed. Kis Lancer, BMW, Mazda. Ezeket már láthattuk mástalin is. Itt ezek a jó madarak. Szevasz, szevasz. Ha már Rocket Bunny, van hozzá egy ilyen kis matrica, igaz, hogy lila, meg ezen van nagy hátsó szár. Ide berakjuk csak. Úgy. Darulhat jól néz ki. Még egy nagy hátsó szár, és imádni fogja a közeg. Ma még egy GT86 Rocket Bunny szettel. Ő sem utcai forgalmi, sajnos csak bérrendszámot raktak rá. Ő múlt évben kint volt itt a Tuning Show-n, és ott állt a jugóék mögött. Mi van? 3-as BMW, Neon. Itt is Neon. Már jövő héten följövök Pestre, komolyan mondom, ezt veszek végre, csak sosincs időm följönni. 7-es BMW. Ez a szlovák régió. 6-os Mazda. Golf. Itt a Markom Racing. Hát megnézzük ezeket. Mondjuk, hogy nem szlovák-lengyel, de Camaro Airrider. Kis kerékdőlés. Nálunk nem nagyon van ilyen, pedig ez a Camaro meg előtt oldat is. Mert a Zsiguli. Erről se lehet rossz. Ám te szlovákia stand, de hát még egy Lada. Skoda. Ott egy Merga. Egy 3-as kombi. Ott valami őrmintás Passat. Mik vannak itt? Bentley, Mercedes, AMG GT,
Hát a Szlovákia stand úgy nagyjából ennyi. Még itt a fabula. A E-klasse, fú, de jó az a felni rajta. Egyszerű, de nagyszerű. Passat CC. Ez a mély sejt, ugyanilyen van a golfon is ott elől, amit látunk már. Rotiformos bora. Hát, sok a német, igen, tudjuk. CC mat feketébe. Mondjuk ennek is a felnél Lexus alá kurva jó lenne. Azt velük szemben amerikaiak. Kis autó mentén, vagy miért? Tűzoltó autó? Német, ez nem amerikai, de... Escalade. Ez... Ez ugye el tudnám magamat képzelni. Az elnöki helyett, vagy mellett. Ugyanaz a szériás, mint a Gábornak a Cadillac-je. Gábornak ennek lenne hétvégi mondjuk, és ez mászkálósba. Nem is rossz, csak az a 25-30 millió forintos ár, az most egy kicsit elrettentő. Amerikán megszedem magam, aztán küldök a Gábornak egy ilyet haza. Ezek van külföldiek. GMK T. Civic Airride, minden Airride. E-klasse. Ó, azok a BBR-sek milyen baszósak. Azok rendes versenyfelék már szinte. Na, a Civic. Aztán van egy Rocketban egy Z. Octavia. Itt meg újra ugye Motul stand. Van még a Speedzone stand nagyjából a vége felé. Bentley Continental R. Vájé Pista ezzel füstölt egy kis gumit. És ha már Speedzone stand. Ford Bronco. Még itthon nem láttam. Ez az egyik első Ford Bronco, ami az országba bejött. De az amcsik már megúsztattak egy szürkét. Nem tudom, hogy sikerült nekik, de hát... Hát nem olyan... Érdekes mondjuk, na. És mennyit kell erre várni kint? Mondjuk jó nagy gumiai vannak, tehát ez terepre kurva jó lehet. Hát a belső az... Ez a lovacska rajta, az ott nagyon jó. Nem mondom azt, hogy nem próbálnám ki, mert ezért kipróbálnám. Csak hát ez is mire bejön, kurva drága. Az építés alatt álló Tátra. Hú, ebből lesz majd elvileg valami oldtimer versenyautó. Hát azért, ja, jó sokat látott. A klíma az működik, a lábhűtés az ott elég jó lehet benne. Meg hát ott is. Hát a fényezés az, hát csak egy kis politúr kell rá, nem sok. Farmotor V8. Hát érdekes lehetett annól, amikor ez mászkált az dokon. Sok nem volt belőle. Na, hát nagyjából végén érünk az egésznek. A Lotusnak lesz a standja, már két kis Lotus ki is hoztak. Mellettük RS Tuning, de nagyon titkolóznak a srácok. Az ott egy Porsche, az biztos. Egy Ferrari. Hát ő... Ugye ő a Viper szerintem. Sőt, biztos ő a Viper. Aztán ő meg egy Lamborghini, ha jól nézem. Hát ezt sajnos nem fogom tudni megmutatni nektek, mert nem fogjátok látni, csak akkor, ha kijöttetek. Még biztos jól fognak kinézni. Hát majd következő talin. Dubs United stand. Rögtön egy motorral kezdenek. Hát egy épített BMW, tudja, hogy épített BMW, mert gyáriban ilyet nem láttam. Én nem vagyok nagy motoros, de tud építés. Volkswagen, természetesen, mert a Dubs United az mint Volkswagen. Ismerős golfja. A kis Minion. Ha láttad magad, akkor lájkold a videót. És még így végezetül. Lengyelekhez visszatértünk. A Lexus mellé beállt egy 350Z Rocket Bunny. Ez igaz, a sárgás-fehér szín, ez a nekem nem favorit. Az összkép amúgy jó, csak ez a szín nem. Az a peremes felni. Ennél nagyobb peremet, mint Texasban láttam, amikor kint voltam.
Na hát ide, ennyi volt az ideje ámteljes tőlem, mert sajnos a többi napokon ugye nem tudok itt lenni. Ezt majd pótolom majd mással. Lesznek szép autók, jó autók. Sajnos én majd csak a kivonulásnál látom őket. De hát ennyi baj legyen. Na, ha tetszett a videót, tudjátok egy lájkot, de nem tetszett, akkor kettőt kell rátolni, mert az ugye jó. Találkozunk következő videóban, legyetek jók, csőváz! It's all about humanity.